Egy csepeli szoboravatáson volt Tarlós István első közéleti szereplése az októberi önkormányzati választás óta. Az elmúlt hónapok eseményeiről a volt főpolgármestert kérdezzük. Van témánk bőségesen, jó estét kívánok. Metrókocsik, adósság, de hadd kezdjem már ezzel. Úgy érzi, hogy jól választott, hogy éppen egy antiszemita írószobrának felavatásával jelent meg ismét a nyilvánosság előtt? Ezzel csak az a probléma, hogy nem volt antiszemita. Kicsoda, Vas Albert? Hát hogy lett volna? Hát ezt azért nem sokan vitatják. Meg kellett, de sokan. Hát, és érdemes lett volna meghallgatni az idézeteket. Egy megosztó személyiség, én elmondtam tegnap is, hogy nem arról van szó, hogy elvárható lenne, hogy Arany Jánosi vagy József Attilai magasságokba emeljék, de jobban meg kellene ismerni, el kellene olvasni a műveit. Ebben én nem akarok belemenni. Nézze, egy megosztó... A zsidók a félek természetű emberek, írja Vas Albert, nem antiszemita? A tegnapi idézeteket kellett volna meghallgatni. Hát mindenkitől lehet sokfélét, de hogyha az a kérdés antiszemita-e, hát aki ilyet leír az embertársairól, az micsoda? A hangulatok azok nagyon elromlottak az országban is. Egy kicsit visszafogottabbnak kellene lenni mindenkinek, nem az indulatoknak kellene. Ez vannak tisztázatlan ügyek, vannak rossz mondatok, az ellenzékből hallottam ezeket, ugye Lukácsi Györgynek is voltak nem bizonyított tisztázatlan ügyei. De Lukács György szobrot átadna? Azt nem, én ezt nem mondtam, ez valahol ezek érzelmi kérdések, a politika is érzelmi kérdés. Volt egy Gustave Le Bon nevű filozófus, az írt erről. Van a biológia, vannak az érzelmek, van a tömeglélektan, mindennek megvan a maga motivációja, a maga eredménye, jobban el kéne tudni viselni egymást. Nem, én is azt mondom, hogy most már a gyűlölködés olykor kezd el. Ebben igaza van. Tegnap szép idézeteket hozott Vas Albertől? Csupa olyan idézetet, ami annak az ellenkezőjét bizonyítja, amit olyan bántóan állítanak róla. Én azt vitatom, sok könyvét olvastam, én kedvelem Vas Albertet. Az a lényeg számomra, nem tudom, mi lakozott benne végül is, hiszen személyesen nem ismerhettem. Számomra az volt a megragadó az ő könyveiben, mert a könyveit előbb ismertem, mint hogy az életét ismertem volna, hogy abban az időszakban nagyon sok Magyarországon élő ember félelmét, fájdalmát, a jövőtől való félelmét, a hazaszeretetét, azokat a motivációkat, amik akkor sok embert bántottak, meg tudta fogalmazni fájóan és érzékletesen. Hadd hozzak én is idézetet, engedje meg nekem, az Ellenzék című lapban jelent meg Vas Albertől, 2 nappal, ez egy kolozsvári antiszemita náci újság volt, 2 nappal a kolozsvári zsidók bevagonírozása után. Azt írja Vas Albert, hogy a beszilvárgó ázott patkányok a jóságos gazda engedékenységéből lakhattak a házban, az ember visszajött és rendbe rakta a házat, de elrejtőzve maradt mégis néhány patkány a falakban vagy a pincegödrében. Nézze, nem akarom belesodorni abba, hogy irodalomtörténeti vitába keveredjünk, mert semmi értelme nincsen. Aki ilyen mondatokat leír, azt Radnóti Miklósról elnevezett közintézmény parkjában szoborra avatjuk? Hadd mondjak valami más. Radnóti Miklós akarok, ennek volt az áldozata. Nem akarok ebbe a vitába belemenni, és én nem vagyok Vas Albert ügyvédje. Én szubjektíve kedvelem az írásait, mert bizonyos dolgok megérintenek benne. Nem az, amit most idézett. De Románia több ízben követelte az Egyesült Államoktól Vas Albert kiadatását, és az Egyesült Államok sorozatosan megtagadta ezt. Göncz Árpád köztársasági elnök úrtól, akit én is nem csak tiszteltem, de közelről is jól ismertem, megkapta 1993-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét. Szóval ezt is rakja a többi mellé. Azt hiszem, ez egy eldöntetlen vita, ahogy Lukácsnál, úgy Vas Albertnél. Jó, csak azt nem értettem, hogy miért pont így jelenik meg újra. Tehát annyi olyan dolog van, ami nem ennyire megosztó. Erre nem hiszem, hogy ezt nem önnek adresszálom, amit most mondani fogok. Nem hiszem, hogy ehhez bárkinek is bármi köze lenne. Én az írásait szerettem. Nem tudom, hány Vas Albert könyvet olvasott, de nem tudom szó szerint idézni azokat az idézeteket, mert nyilván, persze. 5 vagy 6 idézetet olvastam fel tegnap, nem memorizáltam ezeket, mert
prózai mondatokat, vagy pontosan idézzen az ember, vagy sehogy, tehát felolvastam. De ezek a gondolatok, amik szintén tőle származnak, nem erre utaltak, hogy ő náci kollaboráns, vagy páne náci érzelmű, vagy zsidó gyűlölő lett volna. Ezekből a gondolatokból ennek az ellenkezője derült ki, tehát ki hol fényképez, ki hol olvas, és hogy értelmezi. Nem akarom én túlzottan megvédeni, de azt se akarom, hogy bemocskolják esetleg indokolatlanul és nélkül a nevét. Hagyjuk Vasa Albertet akkor. Ennyi az egész. Értem, metrókocsik. Itt járt Karácsony Gergely, és ma, vagy tegnap, nem is tudom, a felügyelőbizottság tagjává avanzsált Vágó István meg a helyszínen járt és fotózott, és megnézte, hogy a metrókocsik milyen állapotban vannak. Azok a bizonyos orosz metrókocsik, amikkel kapcsolatban igazából szerintem senki nem tudja, hogy ezek valójában felújított vagy új metrókocsik. Minden esetre 3 év után szétrohadtak. Ez hogy lehetséges? Úr, ezért örülök, hogy bejöhettem ide. Ezeket az állításokat azért pontosítani kell. Én Vágó István nagyon szerettem, amikor a kvízjátékokat vezette. Meg. Hát ön említette. Hát mert ő fotózott, és ezek a fotók azok nyilvánosságra kerültek. Jó, rövidítsük le a dolgot. Ugye, úgy vagyok ezzel, hogy ami igen, az igen, ami nem, nem, ami meg fölötte van, az mese. Rohadás mese? 37 szerelvényt újítottak fel, 37-et. Ebből ez a részleges rozsd, nem rohadt el ott semmi, ez a részleges lemez rozsdásodás, ez 3-at érint összesen, amit a kezdetén prototípusként leszállítottak, és az oroszok ezt, ma utána néztem én is, garanciában javítják, már is javítják, amiket valaki fényképezett, nem tudom, hogy az említett néve vagy más, az a BKV vezetésének tájékoztatása szerint egy szétszedett szerelvény volt. Tehát az önmagában alig értelmezhető. Én is megnéztem. Átverték a BKV-sok vágót. Megnéztem ezeket a képeket szerkesztő, hát akkor tudja, és csak annyit szeretnék, hogy a közvéleményt nevezessük félre. Tehát nem azok a szerelvények rohadnak általában, amit az oroszok leszállítottak, hanem a ez 3 prototípus? Így van. De az miért rohadt 3 év után? Nem arról van szó, hogy a szerelvény rohadt, de majd ezt egyébként a BKV... Teteje, alja, közepén az ember. Ad válaszoljak, nem. A szerkezetnek semmi baja nincs. Én se tudom, mert nem én vettem át a szerelvényeket, nem én ellenőriztem javítás közben. Ezt már többször lejátszottuk, ezt a vitát. Szóval, hadd mondjam azt, hogy... És majd itt a következő kérdésekre, és akkor megpróbálok gyorsan választ adni, hiszen kevés az idő. Erről tudok kevesebbet mondani, hiszen ezt nem a városvezetés bonyolította le de facto operatívan ezt az akciót, hanem a BKV, de éppen a BKV vezetését és rengeteg dolgozóját, meg a közlekedési hatóságot sértik ezek az állítások, amik elhangzottak. De nem az a baj, hogyha rozsdás? Az a baj, hogy valaki ezt megfogalmazza? De rosszul fogalmazza. Hát ha valamiért kivonták a forgalomból, akkor az tényleg rozsdás valószínűleg. Na jó, akkor megpróbálom még rövidebben mondani. Nem kéne azzal sértegetni a BKV-t, hogy ott csupa hülye vagy gazember dolgozik, és azt kell mondjam önnek, hogy amikre ma utalt ezek a mai állítások, ezek súlyos állítások. Szerkesztő úr, ha ezek bebizonyosodnak, annak komoly következménye kell, hogy legyen. Látja, ebben egyetért Vágó Istvánnal, pontosan ezt mondta. De most jön a kulcsmondat. Ha nem bizonyosodnak be, annak is komoly következménye lesz. Hát, na akkor valamit tényleg nem értek. Rohad vagy nem rohad? Nem rohad. Nem rozsdás? Felületi rozsdásodásokat találtak a lemezeken. Azon a 3 szerelvényen. Vesz egy autót 3 évvel ezelőtt. Még egyszer. A felületi rozsdásodás miatt, hogyha 3 éves az autója, hát, ha nem kezd el perelni, veszek, vagy legalábbis vitatkozni a szervizben, hogy ez így nincs rendben? Hát dehogy nem. Ez a BKV is vitatkozik, garanciába ingyen kijavítja az orosz ezt a 3 szerelvényt. Hát akkor mégiscsak igaz, hogy van mit javítani. Hát persze, ezt senki nem tagadta. De azok az állítások, amik elhangzottak, azok ellenben nem felelnek meg a valóságnak, és sokaknak az az érzése, hogy itt ugye indulati tényezők motiválnak. Nagyon furcsálják egyesek azt is, hogy a kulturális főpolgármester helyettes nyilatkozik városüzemeltetési kérdésekben. Nézze, az előbb mondtam azt, hogy ami igen, beszélt a BKV-ról? De mennyire?
ő ígért mindenféle vizsgálatot. Tessék vizsgálatot végezni a BKV, helytáll saját magáért. Én ki is állok a cég mellett, mert tudom, hogy becsületesen dolgoztak. Ki kell deríteni itt, hogy milyen mértékű ez a rozsdásodás, miből adódik, lesz-e kára belőle a városnak. Tudja, azt kell mondjam, hogy tetszettek volna ne ilyen metrókat itt hagyni. Amikor én átvettem a várost, itt kellett volna lenni a kettes metró új szerelvényeinek, meg egy csomónak a négyesből. Ezt értem. Semmi nem volt, hadd mondjam el. De hát itt a hármasról beszélünk most. Így van, a hármas metró itt volt nekünk abban az állapotban, ahogy volt. Teljesen lerobbant, egy 70-es években épített metró, aminek aztán ugye volt még a 80-as években is egy része épült. Soha senki nem nyúlt hozzá. Emlékszik rá, amikor az én nevemet, telefonszámomat és e-mailemet voltak olyan szívesek, talán épp gyénémet erzs, hogy ha baj lesz, akkor hozzám forduljanak. Az a probléma ezzel, szerkesztő úr, hogy 2015-ig hozzá se tudtunk nyúlni, mert voltak kedvesek itt hagyni a BKV-t 73 milliárd forint működési adóssággal, és mínusz 73 milliárd forintra nem lehet kötelezettséget vállalni. Utána az következett, és ezért hoztam itt néhány papírt, amit csak meglobogtatok, majd a utolsóra érdemes, ha a kamera rámenjen. A városvezetés írásban is, szóban is új szerelvényeket akart vásárolni. Igen, erről Hajdanában is beszéltünk. Így van, de akkor nem szabadott volna annak elhangozni két napja az egyenes beszédbe, hogy nem tudjuk, hogy a városvezetés miért döntött a felújítás mellett. Azért, mert felújításra kaptunk kormánygaranciát. A kormány határozatban a felújítás mellett döntött, és arra adott garanciát. Oka volt rá, mert az infrastruktúrát is fel kellett újítani, az még nagyobb pénz volt, és a miniszterelnök úr nekem adott is 18 végén plusz 80 milliárdot a hármas metró infrastruktúra felújítására, ami lehetővé tette, hogy már a legutolsó szakaszra is már az új vezetés aláírja a szerződést, mivel lenyomtuk az árakat. Tehát itt és a kormány ezért a felújítás és nem az új kocsik mellett döntött. A főváros így kényszerhelyzetbe került, hiszen hozzá kellett nyúlni, ez 500 ezer utas számít, szállít ez a metró, nem volt lehetséges leállítani, ha nincs új kocsi, akkor fel kell újítani. Az is elhangzott, hogy nem volt közgyűlés előtt. Szerkesztő úr, háromszor volt közgyűlés előtt, három határozatot hozott a közgyűlés. De abban volt igaza volt Karácsony Gergelynek, hogy ezt nem szavazta meg? Mert hogy nem volt a közgyűlésben. Én nem ezt mondta. Ő azt mondta, hogy ez nem volt közgyűlés. Igen, ez így van. Nem mindegy. De nem szavazhatta meg ezek szerint. Nézze, megint azt mondom, ami igen, igen, ami nem, nem, a többi mese. Ha valaki korrekt, akkor nem azt mondja, hogy nem volt közgyűlés előtt, hanem azt mondja, hogy nem tudom, mert még nem voltam ott, mert valóban nem volt ott, de amit mondott, azzal a közvéleményt bántó félvezeti. Ebben igaza van, ez így nem volt pontos valóban. És ráadásul nem csak, hogy közgyűlés előtt volt, hanem ezért hoztam be ezt a listát, ha a kamera rámegy, az összes szocialista képviselő egytől egyig megszavazta. Jelenlegi főpolgármester helyettes, jelenlegi polgármesterek egytől egyig megszavazták, hiszen mást nem tehettünk. Ha nem vehettünk új szerelvényt, fel kellett újítani, különben megállt volna a metró. Ezt a rozsdásodást pedig az orosz garanciálisan kiavítja ingyen. Egy villámkérdést felteltek a végére, mert nagyon elment az többet időnk. Mennyi tartozással adta át a várost Karácsony Gergelynek? Hát ez a másik. 10 milliárdról beszél, ha jól emlékszem most hirtelen fejből. Úgy van, de főpolgármester úrnak, akivel nekem a személyes kapcsolatom se a kampány előtt, se azóta nem volt rossz, emlékszik az átadásra is, kicsit bele kellene ásni magát a szakma belsejébe, mert kétféle hitel és kétféle adósság van. Az egyik az a működési, a másik pedig a fejlesztési. A kettő nem ugyanaz, a működési, egy háztartási példával, amikor kell a pénz élelmiszerre, villanyszámlára, vízdíjra, cipőpasztára, a fejlesztési meg az, amikor új televíziót akar venni, új mosógépet, új kerítést a ingatlan a köré, a kettő óriási különbség. A működési adósság az bűn, a fejlesztési
az meg éppen ellenkezőleg, hiszen másból, mint uniós pénzből vagy hitelből az önkormányzatok 99%-a nem tud mennyi fejleszteni. Mennyi volt a működési? Én 0 forint működési hiánnyal adtam át az önkormányzatot Karácsony polgármester úrnak, miközben én 73 milliárd forint működési adóssággal vettem át 2010-ben. Az összes adósság, amivel én átvettem, az több mint 250 milliárd volt. Most összesen 115 milliárd körüli, a számot helyesen mondta Karácsony Gergely, de ez mind fejlesztési, és egy része fiktív, mert ez a költségvetésben szerepelő szám, amit nem vettünk igénybe, csak részben, ebből körülbelül 30-40 milliárdot egyáltalán nem kötöttünk le. Tehát tulajdonképpen az nincs is. Hát van, de papíron. Körülbelül az egyharmada vagy egynegyede, mint amivel átvettem, mind fejlesztési és működési hiányunk az 0 forint volt, mikor átadtuk. Még annyit hadd mondjak, mert ez fontos, elhangzott itt valami a Szent Király Alexandráról. Igen. Itt ezt szeretném két mondatba tisztába tenni, amíg lehetőséget ad, mert nem vagyok ügyvéd, de azt tudni kell, hogy a BKV egyébként majd összegsz megvédik, a szerződést 2015. augusztusban kötötte meg a Metrovagon Mással, és az angol nagykövetünk 2019-ben üzletelt valamilyen céggel, én se tudom, mivel nem ismerem a részleteit, és ez úgy hangzott el, mintha az a Metrovagon Mas lenne. De ez nem így van. Az igazság az, már túl azon, hogy nem hiszem, hogy 2015-ben bárki sejtette azt, hogy 4 évvel később valaki valamilyen üzletet köt, ne kérje, hogy elmondjam, hogy mit, mert nekem erről fogalmam sincs. Meg ez nem is a mi dolgunk. Nem, de azt el kell mondjam, hogy nem a Metrovagon Mas-sal, hanem van egy nagy nemzetközi holding, aminek az egyik tagja az orosz Metrovagon Mas, egy másik tagja pedig egy svájci cég, amelyik nem is metróval foglalkozik, hanem vasúttal és vonatokkal, és a londoni nagykövet, mint kiderült, ezzel a svájci céggel kötött valami szerződésnek köze nincs a Metrovagonban. Köszönöm, hogy ezt is elmondtam. Köszönöm a lehetőséget.